Míg tart a holt szezon a labdarúgásban, igaz, a csapatok már elkezdték a felkészülést. Lezárult a nevezési időszak, így kiderült, hogy a felnőtt bajnokságokban mennyi csapat indul majd. A Magyar Labdarúgó Szövetség csak úgy, mint 2011 óta minden évben a nevezési díj, a játékvezetői díj és a versenyengedélyek díjának 90%-át kifizette az egyesületek helyett. Felnőtt korosztályban 103 egyesület adta be a nevezését, ez ugyan 7 számmal kevesebb, mint ami volt tavaly, hiszen 110 csapat nevezett tavaly, viszont azt ne felejtsük el, hogy a tavalyi évben, amikor beadta a nevezést ez a 110 klub, közülük csak 107 indult el, majd ősszel még 4 dobta be a törlő között, tavasszal meg még 2, tehát ez azt jelenti, hogy a 2022-23-as szezont 102 felnőtt egyesület fejezte be, és ahhoz képest ez a 103-as jelentkezési létszám azért ez nem mondható rossznak. Ami kiemelendő az, hogy 7 év szünet után Jándon ismét lesz futball, valamint ismét benevezett az a Demecseri Kinizsi, aki tavaly is benevezett, aztán nem indult el, bízunk benne, hogy most elindul. És ami örömteli szintén a Nyírkarászon, ugye a Nyírkarász KS-e ugyan megszűnt, illetve visszalépett, de egy új klub alakult Nyírkarászban, és úgy néz ki, hogy ott is lesz futball. Érdekesség, hogy a harmadosztályban a korábbi 4 helyet 3 csoportot alakítottak ki. Az első és a másodosztály az volt, ahogy ki is írtuk és ahogy terveztük, tehát egy 16 csapatos első osztály és egy 3x14 csapatos másodosztály. Ami változás van, mivel csak 45 harmadosztályú csapat nevezett, ezért a kiírt 4 csoporttól eltérően végül is 3 csoportba osztottuk be ezt a 45-et. Ez azt jelenti, hogy 3x15 fős csoport lesz a harmadosztályba. Ugye ez azzal is jár, hogy egy jó pár egyesületnek többet kell utaznia, mint amit tavaly kellett, viszont felvettük azokkal az egyesületekkel, azzal a 6 egyesülettel a kapcsolatot a döntés előtt, akik ugye a megyei térképen úgy vannak, hogy egyszerűen a csoportbe, az új csoportbeosztásra sokkal többet kellett utazniuk, és örömmel tapasztaltuk azt, hogy mind a 6-an abba voltak, hogy inkább utaznak többet, de legalább több mérkőzést játszanak, új csapatokkal ismerkednek, meg olyanokkal, akikkel még nem is voltak egy csoportba, úgyhogy ennek köszönhetően 15 fős csoportokat tudtunk kialakítani, valóban ez sokkal jobb, mint hogyha 4, 10 vagy 11 fős csoportot alakítottunk volna ki. A bajnokságok augusztusban rajtolnak, előtte azonban már pályára lépnek a Magyar Kupában érintett csapatok. Először is annak a 6 megyei csapatnak kezdődik el leghamarabb a 23-24-es szezon, aki a MOL Magyar Kupa országos főtáblájára jutott, hiszen nekik augusztus 5-6-án lesz az első országos kör. Ugye nagy szerencsénkre mind a 6 csapatunk egyébként hazai pályán lép pályára. Igaz, a Gyulaháza és a Csengersima MB3-as csapatot kapott, de hát bízunk benne, hogy sikerül felborítani a papírformát. Aztán augusztus 12-13-án indul a Vármegyei első osztály, egy hétre rá augusztus 19-én a 15 csapatos harmadosztály, és újabb egy hétre rá, tehát augusztus 24-25-én pedig a 3 csoportos, 3x14 csapatos megyei másodosztály. A Magyar Kupa országos főtáblájának első fordulójában érintett csapatok párosítása a következő: Berkenye Sényő, Újfehértó Hidas Németi, Csengersima Cigánd, Nagyecsed Hajdúszoboszló, Biri Gesztely, Tarpa Balmazújváros és Gyulaháza Eger.